Sziasztok, ma Rozon pályáját fogjuk bedarálni, az ellopott véget. Igen, tudom, hogy mások is csináltak már róla videót. Nem is az a daráló célja, hogy új pályákat mutasson, hanem... Nem is tudom, mi a daráló célja. Hogy értékeljük a pályákat, igen, igen. Nem fikázni, értékelni. Jó szórakozást! Egész jól néz ki. Kicsit fura, hogy lomb van a padlón. Üdvözlet! Üdvözöllek az ellopott vég című pályámon. A pályát készítette Rozon. Más néven Rozi. Szabályok, kalandmódban játsz, beállítva békés nehézség, beállítva ne dobáld el a megkapott tárgyakat, a spawn point automatikus, a particle-k legyenek bekapcsolva, minden más parancs beállítva. Azt mondja, a tündérmese. Éppen egy kalandpályán jársz, történeted során megmentettél egy falut, ugyanis megakadályoztad, hogy egy kiáradó folyó elöntse a házakat. A lakók mindezt egy becses ajándékkal akarják meghálálni neked, melyet éppen most indulsz átvenni. Történeted itt kezdődik. Egy másik történet végén kezdünk. Érdekes, hol láttam korábban ilyet? Nem kopi, utalás. És akkor maradt a kezdés. Itt van ez a becses kincs, nem túl bizalomgerjesztő. És trágyadomb. Plech! Ja, plech! Gratulálok, teljesítetted a pályát, itt az idő, vedd át a méltó jutalmadat. Ez bizony üres. És a feladatom az, hogy keresek nyomokat itt a termeben. Akkor nézzünk itt körül a termeben. Nem volt könnyű felvenni, és erre plech azt mondja, fúj, orfacsaró bűze van. Hey, lehet, hogy oroszlán vagyok, de vannak érzéseim. Bármennyire is büdös, úgy látszik, ez valamiféle nyom. Ja, hogy a tárgy? Ah, igen. Én is arra gondoltam. Vajon mi lehet ez? Jobb lenne, ha visszamennél a faluba, amit nemrég megmentettél. Tudomásom szerint ott él egy biológus, hát, ha tud neked segíteni. Indulj vissza a faluba, majd keresd meg a biológust. Nem látok semmit. Félek. Aha. Itt van két Ann, illetve Banya. És azt mondom nekik, hogy... Ja nem, ő mondja ezt. Azt mondja, Kohr. Ez zseniális névválasztás, Rozon, és zseniális. Kohr. Nyugi. Nem fogunk megenni, meg semmi ilyesmi. A látszat ellenére igenis barátságosak vagyunk. Ám térjünk a tárgyra. Van nálad valami, ami minket illet. Nagyon fontos számunkra. Csak akkor juttatunk vissza a világodba, ha ideadod. Hát tényleg nagyon kedvesek vagytok. Ám mindenek előtt áruld el, miért loptad el? Nem én loptam el! Azt se tudom, mi ez! Engem is kiraboltak, és ez volt az egyetlen nyom, amit találtam. Horan. Mik ezek a nevek? Rácsapta a billentyűzetre? Hiszünk neked. Mondjuk ehhez hozzájárul az is, hogy igazságbeitalt itattunk veled. Minden esetre segítünk kézre keríteni a rablót, ám kérünk egy szívességet érte. El kell hoznod egy különleges tárgyat nekünk, egy másik világból, egyszerű lesz. Csak odamész és megkeresed... Solkot. Állj! Egyellel. Másik világ? Mi? Ti is más világiak vagytok? Mégis mit jelentsen ez? És akkor most megint beszélünk a másikkal. Kohrral. Hol is kezdjem? Igen, sok-sok világ létezik. Van, ahol fejlett civilizáció él, és van, ahol beszélő nadrágok laknak. Nem kopi, utalás. Mi, boszorkányok, képesek vagyunk ezek között ingázni. Más lények erre nem lépesek. Más lények erre nem lépesek. Jó, oké. Gonoszság így folyton kiemelni az elírásokat, de ez most vicces. Mindenki méz. De már... Mi mind mézek vagyunk. De mi lép... Várjál. Valahogy kihozom akkor is. Tehát, hogy... Mi is méz vagyunk, ők is méz, de ők nem lépesek. Miért nem ti mentek oda? Kérdezem én. Ami egy nagyon jó kérdés. És erre azt kapom, hogy... és kaptam pénzt. Aranyat. És ez sem lépes.
soron azt mondja, hogy mondjuk úgy, hogy van ott egy-két ember, akik nem szívesen látnak minket, de téged nem ismernek, könnyű dolgod lesz. Tessék, itt van az összeg. Add mindet Solknak. Ahhoz, hogy visszajuss ide, pont ott kell majd lenned, ahonnan elindulsz abban a világban. A portált látni fogod, de csak te. Most pedig indulj át a másik világba, a portál mögötted nyitva áll. Oké, de hol? Itt nincs semmi. Háó. Portál. Ja, hogy ez a fekete cucc lett volna a portál? Ó, én valami villogó, világító akármit vártam. Olyan érzésem volt, mintha valamiféle barlangba lettek volna, és ez csak úgy simán a barlang bejárata lett volna. Hát jó, hát akkor az volt a portál. Szóval, akkor most ez a portál, ez a barlang bejárat. Na, ez viszont nagyon piac hangulatú. Vicces. A halál? Vagy mit árul a halál? Hello, nem tudja, merre találom Solkot? Klekar. Nem mondok semmit. Bocs, öngyilkos előtteket nem szolgálok ki. Hát tudtam, hogy a halál vagy. És így véletlenszerű embereket kell megkérdeznem. Mondjuk jogos, hogy mi más csinálnék. Ennek is miért van koponya feje, jesszus. Hello, nem tudja, merre találom Solkot? Én a helyedben már ásnám a sírodat. Jesszus Mária. Te elbújt valaki, kis lila szörny. Hidra. Éljek én, ó, poén. Hát igazából ez a nagy vár akármi marad, de ott van egy barlang, és hogyha először a barlangba megyek. Nem, nem megyek a barlangba. Ez mi, Csuvakka? Nem, csak az unokatesója. Solk birodalma, hát ki is van írva. Szóval én valami uralkodót keresek. Valahogy muszáj lesz hazajutnom. Szóval meg kell találnom Solkot, odaadni a pénzt, elhozni a tárgyat, és még túl is kéne élnem. Menni fog, gyerünk. Hát ez nem túl bizalomgerjesztő. Elég látok valamit. És hogy megyek, úgy gyulladt föl. Ez mi volt? Oh! Isten, nem álltam elég közel a karhoz, aztán csak beletévedtem a lyukba. Hát jó, nem látok semmit. De van valami... És volt rajta egy gomb. Erd. Most komolyan, Erd. Ki vagy és miért léptél be Solk nagy úr birodalmába? Nem számít, ki vagyok. Kohr és Horan küldött, hogy elvigyek egy tárgyat nekik. Cserébe pedig hoztam pénzt. Folytatás. Közelebb jött? Nem, kinyílt a rács. Azt mondja, Erd. A nagy úr majd eldönti, mi lesz a sorsod. Most pedig indulj el a mögötted lévő folyosón. Ha megpróbálsz elszökni, azonnal megöllek. Nagyon kemény emberek vannak itt, csak nem látom az arcát, olyan sötét van. Azt mondja, nagy úr étkezője. Nem is olyan nagy úr az a nagy úr. Hogyha ezek az ajtók. De nem nagy úr. Hogy férsz be azon a lyukon? Mondjuk, hogy ha megdöntjük, akkor be lehet csúsztatni. Tehát kúzva be tudsz menni az ajtón. Ő Erd, szóval így néz ki Erd. Bemutatom Solk nagy urat, minden idők legrettegettebb és leghatalmasabb dílerét. Az igen. És akkor arrébán is ott van a kis... Jaj, a kicsi... Üdvözlöm, uram! Igen, engem küldtek egy tárgyért. Azt mondták, ön tudni fogja, miről van szó. Nagyon bátor és egyben bolond vagy, hogy így bemerészkedtél a birodalmamba. Ezt értékelem. De meg kell, hogy öljelek. Tudod, ilyen ez. Remélem, a levágott fejed nyomós üzenet lesz a boszorkányoknak, hogy csak velük üzletelek. Nincs futárkodás. Nem bízhatom csak úgy egy söpredékbe a mindenható aranyalmát. Erre beleszól Erd. Uram, most jelentették az alattvalói, hogy a mindenható aranyalmát ellopták. Semmilyen nyom nincs, csak valami iszonyatos bűz terjeng a kincstárban. Erre én? Segítek, ha nem ölnek meg. Én is emiatt vagyok ekkora bajban. Engem is megloptak. Az a bűz egy romlott valami miatt van. Boszorkányok használják. Dü-dü-dü-dün. Ez nem tudom, még kellett. Majd bevágok egy hangot. Szóval azt mondod, azok a boszorkányok voltak? Lehetséges. Mindenesetre a nyomok hozzájuk vezetnek idáig. Elviszem magukat a portálhoz, jöjjenek át és ott megtalálják őket. Ha, spicli lettem. Solk erre azt mondja, Erd, menj vele, ha igazat mond, leszkészítsd meg a boszorkányokat. Erre meg Erd azt mondja, hogy igen uram, te pedig indulj vissza a portálhoz. Ja, hogy nekem mondja, nem az urának. Ott fogok lenni, ha odaérsz, ne próbálj meg menekülni. Ezek esetben ott hol van a portál, hogy lenném már ott előre.
Azt mondja a feladat, hogy indulj a melletted lévő ajtón keresztül a kiindulási ponthoz. Jó. Fürdőszoba. Itt már nagy ajtók vannak. Hello! Silver girl! Mi a túró? Hé, hey, te ki vagy? Hová mész? Nem lényeges, fontos feladatom van, szóval sietek. Ja, szevasz. Na jó. Izgalmasan hangzik, veled megyek. Nem. Nem és nem. Hát jó. Akkor inkább szólok Soknak, azaz apámnak, hogy tiszteletlen voltál velem. Nők. Mi? Azt meg hogy? Na takam már! Ne, inkább ne mondd, gyere, haladjunk minél hamarabb, oda kell érnünk a piac végéhez. Oké, és gyere közel hozzám, nem harapok. Szóval a csaj azt mondja, hogy menjek oda közel hozzá, és nem fogja használni a fogait. Komolyan, Rozon? Igen. Jó, folytatás, de kirakom a karikát. Mégis, miért? Mondjuk úgy, kicsit gyorsan. Futok? Jó, akkor hívjuk így. Nekünk pedig sietnünk kell, te mondtad. Folytatás. Ó, és elteleportáltam. És akár egyszer rákattintok arra, a folytatás el fog teleportálni? Nem tudok újra bemenni, de innen is oda megyek. Ó, itt van sok. Jaj, sok is. És komolyan azt nyomjam meg. Figyelj, itt van a csaj, nem harap, szóval összeilletek. Kisasszony, kérem fáradjon haza, ez nem hölgynek való feladat. Annak mondja, aki gyorsabb, mint a villám, ugyan már, különben is, én parancsolok magával, szóval megyek. Na ide figyelj, ha egy haja szála is meggörbül. Mi van? Aztán engem fenyegetsz meg? Mert nem tudod hazavinni a csajt, engem fenyegetsz? Komolyan? Tudom. Ezen napon már te vagy a második, aki meg akar ölni. Nos, kövessetek itt a portál. Indulj át a portálon. Azaz, a barlangon. Uha. És nem tudok mozdulni, és... És ott volt Ed, aztán eltűnt. És csak ott van az a lila akármi. Hú, mi történt? Silver girl! Megölték őket! Megölték a banyákat, és tényleg ott a fej. Az a gonosz tevő volt, aki elment a portálon. Aha. Szóval a szívekről azt mondja, hogy megölték őket, ott menekül a gyilkos, elkapom! Ne! Ne menj egyedül! Kisasszony, ne! Feladat, kövess Silver Girl-ot a portálon keresztül. Huhu! Hello? Ne! Megszökött! Biztos tovább ment egy másik világba. És a cseh is eltűnt. Nagyon hideg van, találnunk kell valami menedéket. Ja, és azért hagytál itt? Megnéztem gyorsan, van pár méterre egy templomszerűség. Gyere utánam, csak egyenesen kell jönnöd. Más merre nem is tudok. Hello? Uha. Na, erre a csaj azt mondja, hogy ez meg mi? Vagy mire jó? Ez egy rejtvény. Ez egy rejtvény. De miért van itt? Bárki is élt itt, valamit el akart rejteni. Megoldom, hát ha van itt valami. A feladat az, hogy jutasd el a vizet felülről a legalsó sor 4 kimenetébe. A vizet külön-külön is eljuthatod, nem szükséges egyszerre. Feladását, az nem kell. Szóval, hogy ott van a víz, hát akkor indítjuk a vizet. Yeah! És ott kinyitott valamit. Pumpkin Snowvers király. Ez fura. Pumpkin Snowvers király. Benne a nevében, hogy király. Egy sírhely. Ezzel nem lettünk közelebb a hazajutáshoz. Hát ha írnak valamit ezekben a könyvekben, nézd át a könyves polcokat, hát ha találsz egy hasznos könyvet. Ha találsz valamit, mutasd meg Silver Girl-nak is. Először megnézem a ládákat, ezek üresek. Hopp! Csak sikerült kiszedni valamit. Megemlékezés. Itt nyugszik világunk leghatalmasabb királya. Ő volt, ki szembeszállt a mindent leigázó Aquel seregével. A végsőkig kitartó harcos volt a mi úrunk. Utolsó leheletével megölte Aquelt, ám seregének ő is áldozatul esett. Mi, az utolsó ellenállók, kik még harcolnak,
az egyre kilátástalanabb helyzetben is felépítettünk királyunk tiszteletére eme templomot. Nyugodjon békében, és segítse harcunkat a gonosz ellen. Nézd, ebben a könyvben leírják, hogy mi történt az itt élő néppel. Nem érdekel, ez nem segít, itt fogunk ragadni örökre. Nem kellett volna átrohadnod a portálon, és nem tartanánk itt. Mi? Te engem hibáztatsz? Hát gondoljuk csak át. Eleve nem is akartuk, hogy jöjjön, ő erőszakoskodott, szóval... Ja. Igen, különben miért is jöttél velem? Senki sem kért rá. Pontosan? Nem neked kell élni egy gyilkos lányaként, amíg anya élt, addig minden rendben volt. Aztán, hogy nekem mindenem meglegyen, apa minden szörnyűséget megtett. Én nem akarok ilyen életet. Ezért jöttem el onnan, most pedig megyek, ne gyere utánam. Hát igen, ilyenek a hercegnek. Kicsit hisztisek. Várj, ne menj el! És ilyenkor most hova a rágba megy? A fenébe, ezt nagyon elrontottam. Nem is gondoltam arra, milyen érzelmek kavaroghatnak benne. Ahajjaj, egyedül maradtam, de meg is érdemlem. Dehogy érdemlem meg, és elaludtam. Az egyik banya. Végre megvagy. Elég régóta kereslek már. Te életben vagy? Azt hittem meghaltatok. A testvérem halott, megölte őt az a mocsok. Bosszot fogunk rajta állni. Fogunk? Nem. Én végeztem. Megkeressük Silvergirlt, és hazaviszel minket. Ennyi. Nem akarlak kioktatni, de az egyesség úgy szólt, hogy elhozol nekünk valamit, cserébe hazaviszünk. A tárgy viszont még mindig nincs itt. Egyébként ki az a Silvergirl? Jól van. Segítek. Silvergirl egy nagyon rendes lány. Megbántottam, ezért itt hagyott. Muszáj megtalálni. Jó, megtalálom a kis barátnőcskédet, addig is elviszek egy titkos helyre. Pár pillanat, és mi is ott leszünk. Hát itt vagyok mint egy barlangban, aminek nincsen bejárata. A teremben lévő rejtvények megoldása által kell kraftolnod egy tárgyat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, éltmosó, meg gyorsfagyasztó. Ez igen. Feladás. 9. 9-re kell rakni a vizet? 6. Ejjjj. Hoppá, és fagycipő. Mint a betonban lennőtt a lábam. Azt mondja nekem Kohr. Megtaláltam őt. Magamhoz veszek pár bájitalt és indulhatunk. Most elkapjuk. És akkor megfordult és elkezdte gyűjteni a bájitalokat. Hello, ez is lány. Nagyon sajnálom, ahogy viselkedtem. Kérlek, bocsáss meg. Te egy nagyon jó lelkű lány vagy, függetlenül attól, hogy apád Sholk mit tett. Te nem ő vagy. És ezt meghallotta Kohr. Mi? Sholk lánya vagy? Azonnal visszaviszlek hozzá, meg fog ölni, ha megtudja, hogy nekem is részem volt ebben. Nem viszed vissza őt. Ő egy rendkívüli személyiség. Csak nem szerelmes lett valaki. Aki nem érdemli meg azt a sorsot, sokkal jobbat érdemel, ebben az egyben nem engedek. Velünk jön és kész. Kor egyébként, aki bárhol, bármikor el tud teleportálni, azt mondja, hogy rendben, valószínű akkor is megölne, ha visszavinném. Most pedig induljunk. De miért? Tehát oda teleportálod és eltűnsz, és nem mondod, hogy te voltál. Köszönöm. Glenn. Glennek hívnak. Glennek hívnak, azt a mindenit. Itt is van valami szép helyen. Korh. Megváltoztatta a nevét. Na hát, menj előre, fagyazd el nekünk a talajt. Tessék. Puty, tök jó. Kohr visszaváltoztatta a nevét. Először én mondom, mi a terv, miután bejutunk? Valószínűleg az őrök azonnal lekapcsolnak titeket. Én láthatatlan leszek, és kifigyelem, hová visznek benneteket. Így jutunk legközelebb ahhoz a patkányhoz. Azután megölöm, és vége. Oké. Okay. Látom, ti is jöttök. Lávát nem tudom fagyasztani a lávát. Azt nem. Azt miért nem? És akkor én azt mondom, ezüstlány, ha bármi balul sütne el bent, azonnal menekülj. Na foglalkozz velünk, csak fuss. Ezüstlány meg azt mondja, tudod, hogy úgy sem hagynálak itt benneteket. Erre én tudtam, hogy ezt mondod. Olyan makacs lány vagy. De én kicsit szappanoperában érzem magam. Jó, hát ez az ajtó zárva van.
varázsolj be minket, te bárhová tudsz teleportálni. Mi nem teleportálunk át az ajtón. Ó, színes. Itt meg semmi. Jó? És van feladás. És ott van egy tábla. Azt mondja, zöfösö, körülö, pöfögpö. Ez egy romantikus vers. Zöfösö, körülö, pöfögpö. Szinte egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy recept, hogy ez a színeknek a kezdővetői. Barna, fehér, fekete és piros. Hopp, hallottam egy hangot. Yeah. Vajon ha nem veszem ezt a cipőt, akkor is tudok fogyasztani? És nem. Ó, Banyek megcsinálta. Akkor jó. Na gyertek, mire vártok? Ó, a zombi hangok. Ó, hol tartottam? Makas lány vagy, igen. Kohr. Ó, remek, minden a terv szerint halad. A lényeg, hogy ne támadjatok. Hello, Chelsea. Hello, Szellem Creeper. Maga ki és miért zártak be ide? Süvek. Legalább nincs benne H betű. Süvek atya vagyok, a Pumpkin Snowells birodalom utolsó tagja. Ezek a nevek, öcsém. Tudom ki maga, írt egy könyvet, melyben a világok meghódításáról ír. Pontosan? Mindez egy éve történt, és most ismét eljön a pokol. Miért? Pontosan ki az, aki ide bezárt mindket? Ő Aquel testvére, Risen. Számüzetésben volt az End nemű világban, ám Aquel kiszabadította őt. Ő pedig bosszút esküdött, gondolom. És olyan mire készül? Fel fogja támasztani Aquelt, akkor mindennek vége. Meg fogjuk akadályozni, hidd el, minden a terv szerint halad. Nézz a bal oldal feleli ajtó felé és kövesd az eseményeket. Oké. Okay. Az lenne az. Ó. Oh. Megölte Kohr. A valamelyik fura nevűt, mi volt a neve? Risen, ő volt Risen. Ezt a testvéremért kapott, te rohadék! Figyelj tovább. Oké, okay, figyelek. Jaj ne, az biztos Aquel. Sikerült feltámasztani? Ne! Megölte őt. Nem, ő Risen. Akkor most Aquel tölte meg? Azt mondja Risen. Pont olyan kiszámítható vagy, mint a testvéred. Azt hitted, nem tudom mire készülsz. Ennél rosszabb tervet életemben nem láttam. Minden esetre kapóra jött, pont egy boszorkány szív kellett a végleges recepthez. Hoppá. Akkor az csak valami csali volt. Ne, ezért még megfizet! Ó, hát persze. Nem is tudom, ki van a rácsok mögött. Onnan aztán sok mindent tudsz tenni? Nyugodj meg, nem sokáig maradsz ott. Kell egy új test Aquelnek, melyben újra éled. Azt mondja az üslány, ne tedd ezt, kérlek! Jaj, mennyire aggódik érted a kis barátnőd? Gazdatesként őt fogod majd elsőként megölni. Shrek, a pap, azt mondja nekem, hogy vigyél engem, a tudásom felbecsülhetetlen, minden világ, minden apró szegmensét ismerem, hagyd békén őket. De most miért akar-e feláldozni magát? Most találkoztunk először. Valaki megjelent. Oké, okay, Risen azt mondja, jaj. Ne. És kirobbant. Nem is rossz ötlet, de ettől függetlenül nem fognak életben maradni. De te kérted, hát legyen. Indulj el és ne merj el szokni, különben azonnal megöllek. Ahogy az Shrek volt, aki ott volt mellette. Kiment a ketrecéből és oda ment, igen. Öljétek meg! Risen megmondja, hogy ne! Én megmondom, hogy ezüstlány, vár, segítek! Ezüstlány megmondja, ne, indulj, most megsérült, el kell kapnod, amíg lehet. Majd visszajössz értem. Ja, hogy akkor mondta Shrek, hogy öljétek meg, amikor kirobbant a rács. Kiszabadított minket, és akkor ezüstlány megmondja, hogy kapjam el őket, aztán majd visszajövök érte. Én megmondom, hogy visszajövök érted, nem feledlek. Kövess Risent a portálon keresztül, addig, amíg utol nem éred. Hát most már jó messze járhat, amíg itt visszaolvastam, mi történt. Na igen, sajnos Minecraftban nem egyszerű ilyen fajta animációkat csinálni, ha van mellette írás is. Gyere vissza! Hol van? Hová tűntél? Hopsz! Mi történt veled?
Véget a rohadék, ennyi. A te történeted itt véget ér. Nincs tovább, elbuktál. Hú, nagyon kiélvezem a helyzetet. Elvettem a portál eszközt, nem tudsz kijutni, és megfulladsz a homokban. Igen, elbuktam. Nem vagyok olyan erős, mint a testvérem volt. Ám ez a világ megérdemli a pusztulást, ami egyszer úgy is bekövetkezik. És akkor... ez mi? Szevasz! Jó fuldoklást! Pár órával később sikerült csak kiszabadítani a csajt. Ó, fagyasszam le körülötted? Tessék! Mondom én, hogy? Meghalt. Mostanra belefulladt a homokba. Sajnálom, de csak most sikerült ebbe a világba visszatérnem. Örülök, hogy jól vagy. Nagyon féltem, hogy nem jutok időben vissza. Ide. Nagyon jó újra látni. És akkor most indulsz haza? Bárhová mész, veled megyek. Persze, ha szeretnéd. Igen, szeretnék visszamenni. Igen, szeretném, ha velem jönnél. Remek! Én nem szeretnék többet találkozni apámmal. Új életet szeretnék kezdeni. Induljunk. Rozon nagyon szereti a szeretni szót. Innentől kezdve minden mondatban szerepel a szeretném. Persze, ha szeretnéd. Igen, szeretnék visszamenni. Szeretném, ha velem jönnél. Nem szeretnék apámmal találkozni. Új életet szeretnék kezdeni. Az igen. És akkor itt a vége. Mondjuk itt érdekel az az aranyalma. Nekem végig az volt a célom, hogy végre elszabaduljak. Illetve, hogy megkapjam a jutalmamat. Tényleg az a jutalom. Az a végül nem lesz semmi, amiért megmentettem a falut. A végére már nem érdekel, csak legyen vége. Nézzük meg, kik tesztelték. Külön köszönöm a tesztelés Skylonnak, Milánnak, illetve Mártonnak. Gondolom az a YouTube csatorna linkje. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályán, mert remélem ennyit a tetszésed. Tekintsd meg videós csatornámat a YouTube szóra kattintva. Készítési idő 1 hónap. A történetet az akkor megtekintett filmek ihlették. Milyen is volt a pálya? Hát nagyon lépes. A történet érdekes volt. Nem azt mondom, hogy minden egyes pontja értelmes volt, de határozottan érdekes volt. Új volt, kicsit rejtélyes, nyomozós, és volt benne egy-két apró fordulat is. Szóval tökre lekötött a történet. Érdekelt, hogy mi fog történni. A díszítés teljesen jó volt, passzolt hozzá. Nem azt mondom, hogy nem láttam még ennél szebb pályát, de kidolgozott volt, és szép volt. Voltak benne ugye ilyen jelenetek, nem is tudom, ilyen animált részek. Ahogy néztem, egyébként nagy rész jó voltak megoldva, egyetlen veszélyes rész volt, ahol ugye szöveggel együtt jelent meg. Az már nagyon kockázatos. Ilyenkor, hogyha beszédet akartok hozzá, akkor szerintem érdemes hanggal, tehát hogy az ember hallja, mint kiírással. Sajnos nincs egy garancia, hogy milyen gyorsan ér rajta vége a játékos. Főleg, hogyha daráló van, akkor még képes vagyok mondatonként elgondolkodni rajta. Ami egyébként nagy hiba, mert inkább bekezdésenként kéne haladni, de hát Istenem, a daráló sem tökéletes. A kidolgozás is teljesen jó volt, egy-két helyen kipróbáltam, hogy vissza lehet-e menni olyan helyekről, ahol már jártam, hogy esetleg valahogy így összeakasztam a pályát, de nem gondolt ezekre is, lezártam. A fagyasztós részen is úgy csináltam meg, hogy csak a cipővel együtt fagyaszt le. Nem csak elindított egy command blockot, hogy na, mostantól akkor fagyaszthatsz. Szóval technikailag teljesen elégedett vagyok a pályával. A rejtvények is teljesen jók voltak. Nem azt mondom, hogy sosem láttam még ilyen rejtvényeket. Talán csak az a kraftolós volt ilyen, amire azt mondanám, hogy így viszonylag újabb, de ez is ugye volt már más pályákon ilyen kraftolás, csak ennek a kidolgozása volt újabb, de nem is lényeg, ezek nem sablonosra voltak megcsinálva. Az a lényeg, hogy rendesen ki voltak dolgozva a rejtvények, élvezetes volt őket megoldani. No, meg külön pluszpont, hogy voltak feladásgombok is. Ami nekem külön tetszett, az az üldözős rész, tök jól meg volt csinálva. Ez ugye Minecraft-it blokkok vannak, meg építkezel, nem egy izgalmas játék, ez egy eléggé nyugalmas játék. Esetleg maximum, hogyha harcon, akkor van valami, de nem egy ilyen akciódús játék. És ennek ellenére abban az üldözős részben mégis megvolt ez az üldözési érzés, volt egy kis izgalom. Úgyhogy nekem az a rész volt a kedvencem. Ez volt az ellopott vég, Rozi bácsi pályája. Mindenkinek merem ajánlani egy szépen kidolgozott pálya. A kézikönyv óvjon.